Mi évek óta válságban vagyunk, hiszen a COVID kezdete óta itt folyamatosan problémák merültek fel. Ugye kétszer zárva is voltunk hónapokon keresztül, a második zárás az egy több mint fél évig tartott. Ugye ezek ilyen kényszerű zárások voltak a COVID időszakában. Ugye ez már jelentős probléma volt akkor, hiszen az árvatartás ideje alatt is volt a költségeink, amit ki kellett gazdálkodni, és eléggé nehéz volt ebben a helyzetben. Aztán ugye bejött ez a infláció, ez a gazdasági válság, amiben most élünk a háború kapcsán, a háború következtében. És valóban minket is sújt az energiaár de ez se most kezdődött már. Nekem már tavaly januárban az előző hónaphoz képest, tehát egy évvel ezelőtt az azt megelőző hónapos képest már egy négyszeres villanyszámlát kaptam, de most már a bő egy évvel ezelőttihez képest tízszeres a villanyszámlánk. Úgyhogy igen, komoly költségeink vannak, hát megpróbáljuk ezt kezelni. Ennek ellenére mégis milyen látogatottság van? A látogatottság ugye a COVID előtti időszakhoz képest csökkent kb. 30%-kal, ez nem egyedi, tehát minden mozira, ez körülbelül jellemző. És ez a filmek miatt is van, ugye rengeteg bemutatót elhalasztottak, vagy későbbre toltak, tehát nem volt az a kínálat, ami a 2010-es években jellemző volt. Úgyhogy ez, ez jellemző most is, hogy olyan 30%-kal kevesebben, de így is azért ez egy elég szép nézőszám még, ahányan jelenleg moziba járnak havonta 4-5 ezer közötti néző van, aki jön a moziba, csak régen ugye 6-7 ezer néző volt. Úgyhogy ahhoz képest ez csökkenés, de azért mi örülünk annak, hogy legalább 4-5 ezer ember most is ezt választja havonta. Valamennyire lehet esetleg előre látni, vagy tervezni? Tervezni szinte nagyon minimálisan lehet most már csak, mert, annyi minden történt az elmúlt években, hogy, hogyha ebbe belegondolunk, mi történhet még. Tehát itt, itt bármi elképzelhető most már. Úgyhogy azért tervezni kell természetesen és mi is tervezünk, szeretnénk ezen a szinten a mozit fenntartani. Ez a legfőbb cél. Ez a legfőbb cél, tehát itt most fejleszteni, meg beruházni, azt nem nagyon lehet ebben a helyzetben, már csak a bizonytalanság miatt sem. De ezt a színvonalat, amit itt a nézők megszoktak tőlünk az elmúlt 14 évben, azt azért szeretnénk tartani, és reméljük, hogy ez sokáig még így lesz.